Ez a Megalux, a napellemes versenyautó, amelyet a Kecskeméti Egyetem GAMF-karának járműépítő csapata alkotott. A különleges kocsi már Dél-Afrikában van. Itt rendezik meg ugyanis a világ második legnagyobb szolárautó versenyét, amelyen a kecskemétiek is részt vesznek. A csapatnak nem ez lesz az első ilyen megmérettetése. Tavaly Ausztráliában bizonyíthattak. Az autó azért Ausztráliából utána nagyon sokat álligattuk, egy csomó alkatrészt kicseréltünk benne, próbáltuk továbbfejleszteni, hogy minél gyorsabb legyen. De elsődleges célunk az az, hogy teljesítsük a távot, itt ez már nagyon komoly kihívás önmagában is, és hát ugye az Ausztráliában elért hetedik helyezésünket szeretnénk esetleg javítani. A hallgatók szeptember 24-én állnak rajthoz. Neves európai, ausztrál, japán és afrikai egyetemek és főiskolák csapataival együtt szelik majd át Dél-Afrikát, Pretoriától Fokvárosig. A versenytáv csaknem 3000 kilométer lesz. Ezt 8 nap alatt kell teljesíteniük az alig 160 kg súlyú napellemes autóval, amely akár 130 km/órás sebességre is képes. Elég nehéz lesz, ugye az időjárás is kérdéses, aztán ugye a szintkülönbségek is nagyon nagy kihívást jelentenek, mi stratégiában, mint pedig ugye a forgalom, sokkal forgalmasabb utakon megyünk, mint Ausztrália. A fiúk minden segítséget megkapnak a siker érdekében. Szakképzett oktatók állnak mellettük, ugyanakkor szponzorok is támogatják őket. Egy-egy verseny ugyanis több millió forintba kerül. A környező kisebb-nagyobb vállalatok támogatása nélkül, a minisztérium támogatása nélkül, és természetesen a főiskola támogatása nélkül ez nem menne. Van egy alapítványunk, a GANF Innovatív Fiatalokért Alapítvány, ezen keresztül tudják a támogatók segíteni a munkánkat. A megaluxosok már hétfőn indulnak Dél-Afrikába, és csak október 8-án érkeznek haza.